Az első gép, amit szeretnék megmutatni, ez a Perfect Drill. Amint láthatjátok, ez egy nagyon letisztult külsejű gép, egy kocka formájú gépből és magából a kézi egységből áll. Ez egy nagyon erős, nagyon strapabíró gép, kimondottan szalomunkára nagyon jó szívvel ajánljuk, mert valóban egy időtálló, hosszú távra tervezhető gépről van szó. Magát a gépet, azt fogászati műszergyártó gyártja, ami egyrészt a minőségben, másrészt a rezgésmentességben, illetve az élettartamban is megfigyelhető. A kézi egységről, amit tudni kell, hogy ez egy viszonylag könnyebb és kisebb kézi egység, fémburkolattal, ezáltal nagyon jól tisztítható és fertőtleníthető. Gyors tokmánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy csavarással tudjuk kinyitni és kivenni a csiszolófejet, és egy csavarással tudjuk ezt visszazárni. Magára a kézi egységnek a tárolására pedig két lehetőséget is ad a gép. Az egyik ez az asztalra letehető ilyen fészeknek mondható, amiből bele tudjuk fektetni a gépet, a másik pedig egy ilyen kivehető műanyag tároló, amibe pedig bele tudjuk állítani annak függvényében, hogy hogyan szeretnénk elhelyezni az asztalon. Magán a gépen egyébként találhatók ilyen kis csiszolófej tartó lyukacskák, ide bele tudjuk helyezni azokat a csiszolófejeket, amiket gyakran használunk. A gépről, amit érdemes tudni, hogy ez egy elég erős gép, a fordulatszámát tekintve 0-tól 30 ezres fordulatig lehet tekerni, itt a középső gombbal lehet ezt megtenni, és teljesen fokozatmentesen lehet beállítani rajta a sebességet. Az oldalán a gépnek található egy kibekapcsoló gomb, amivel ugye el tudjuk indítani a gépet, és még a magas fordulatszámon is viszonylag halk gépről van szó, illetve teljesen rezgésmentes maga a gép, alacsony és magas fordulatszámon is, tehát tényleg egy nagyon jó minőségű gépről beszélünk. Lehet változtatni a forgásirányt, ebből a középső gombbal előre és fordított irányba, illetve az utolsó kapcsoló az a kézzel, illetve a lábbal történő kapcsolást is lehetővé teszi, külön megvásárolható hozzá egy pedál, és ha átkapcsoljuk, akkor a pedállal lehet indítani magát a gépet. A gépnek a tisztántartása nagyon könnyű, fertőtleníthető, természetesen spray fertőtlenítőkkel, úgyhogy tényleg egy nagyon praktikus gépről van szó. A szétszereléséről pedig csak annyit érdemes tudni, hogy ezt a hátsó lecsavarható részt szabad csak leszedni. Ilyenkor lehet ezeket a hátsó részeket is kitisztítani, ennél többet otthon semmiképpen nem szabad. Mindenképpen, hogyha ennél komolyabb tisztítást szeretnénk, akkor mindenképpen szervízbe érdemes elvinni a gépet. No, tehát így ennyit a tisztításáról. Mindenfajta csiszolófejjel kompatibilis, tehát a nálunk megvásárolható műköröm leszedő, vékonyító fejekkel is, az orosz manikűr készletnek a fejeivel, illetve a különböző előkészítő fejekkel is tökéletesen kompatibilis. A géphez pedig, amit még kapunk majd pluszban, ezek a kis szilikon gyűrűk, amiket rá lehet húzni a csiszolófejre, és így behelyezni magába a gépbe. Ez pedig azt teszi lehetővé, hogy ide az elejébe kicsit kevésbé fog tudni berakódni a por, tehát a pornak a bejutását fogja egy picikét akadályozni. Jó, tehát ezt a csiszológépet jó szívvel ajánljuk haladó profi szakemberek számára is, akár természetesen kezdőknek is, de a strapabírása és az erőssége miatt haladó profi szakembereknek, rendszeres napi erős szalagmunkára, mert nagyon-nagyon jól bírja a folyamatos használatot. A kézi egység egyáltalán nem rezeg, könnyű, kicsi, tehát a súlypontja is jó helyen található, illetve nagyon-nagyon minimálisan melegszik, úgyhogy ez tényleg egy hosszú távú befektetés lesz a szakemberek számára.